A Kepes György Nemzetközi Művésztelepen készült animációs kisfilm után ismét stúdióbeli témával folytatjuk adásunkat. Német szakos hallgatóink jártak Bielefeldben, a Bielefeldi Egyetemen. Szabó Martina tanárnő vezetésével volt, és akik képviselik most a csoportot, Bilinker Anita, harmadéves német kommunikáció szakos hallgató, és Tomorszki Ivett, aki negyedéves kommunikáció német szakos, vagy német kommunikáció szakos hallgató. Tanulmányi kirándulásról beszélünk, és egy ösztöndíjról beszélünk. Milyen ösztöndíjjal, hogy kerültek ki Bielefeldbe? Mit kell tudnunk erről az ösztöndíjról, tanárnő? Talán nekem kéne első kezdeni. Az arról van szó, hogy a hallgatók engem felkerestek, és kértek, hogy segítsen ő neki annak a DAD, a Deutschen Außen... Deutsche Akademische Austauschdienst. És mindez magyarul? Német Akadémiai Csereszolgálat. Igen. Annak a pályázatnak a megvalósítása. Én áttanulmányoztam a pályázat, és hallgatók tulajdonképpen hozzám jöttek, és azt mondták, hogy ingyen kirándulhatunk. Ez nem teljesen így volt, hanem kellett mellett csinálni egy kutatási program, az az első feltétel volt, és a második feltétel kellett keresni egy külföldi kapcsolat. És annak a pályázat alapján akkor küldtünk el e-mailt olyan egyetemen, ahol német idegen nyelvet tanítottak, az a Deutsch, mint Fremdsprache, németül, mint idegen nyelv. Abból van 4 egyetem Németországban, és sajnos 3 hét után nem kaptunk semmiféle választ, és már teljesen lemondtunk róla az utazásról, de végül küldtek a Bielefeldi Egyetemen a professzor Dr. Koraik egy választ, ő szívesen támogatna azt az utazást. Ez tulajdonképpen már feltétel meg volt, utána kellett kidolgozni a programot, és én a továbbadom a hallgatóknak. Jó, a szót. Jó, köszönjük szépen. Bárcsak mi beszélnénk ilyen szépen az ön anyanyelvét, mint ahogy ön a miénk. Vannak hibák. Milyen programot készített elő lányok a tanárnő? Mi várt önökre, amikor kikerültek Bielefeldbe? Tehát együtt csináltunk mindent. Hogy mondjam? Mi volt ez a minden? Hát a kutatást, hogy hogy tanítják odakint, és hogy tanítják Magyarországon a németet, mint idegen nyelvet. Ez volt a fő programunk, és emellett állítottuk össze a kirándulásunkat, hogy hova megyünk el, és mit nézünk meg. És mit tudtak megnézni? Hát több helyen voltunk. Voltunk Osnabrückben, Münsterben, tehát a környező városokat néztük meg először. Elmentünk Detmoldba is. Az odafele úton megnéztük még Nürnberget, és hazafele még Dresda nevezetességét is megnéztük. És ez nagyon sokat ért. Nagyon Én szép városokat láttunk. Úgy hallottam, hogy előadásokat is kellett tartani. Így van. Odakint. Ezt előre kiosztott a tanárnő. Igen? Milyen témában tartottak előadást? Lehet, ugye én mondtak, akkor inkább a kutatási program. Ez még olyan kerestünk, ahol német, mint idegen nyelvet tanítanak. Mivel Magyarországon olyan helyzetben van, hogy itt az anyanyelvén magyarul, és ott itt csak németül tanulnak, mint idegen nyelv. Akkor akartunk bemutatni, hogy Magyarországon hogy tanulnak az idegen nyelv. Akkor megnéztünk egy kicsit az angol oktatást, a német oktatást, és kiválasztottunk egy magyar tankönyv, a Stadt és az Unterwegs és a Grünes Feld, és ezt a tankönyvként bemutattak. Ez a hallgatóknak kellett előkészíteni. Még azt is meg kell mondani, a nemzeti tankönyvkiadónak megköszönhetünk, mert írtunk oda egy levelet, és kértünk annak a cégnek a támogatást. Elküldtek nekünk az egész sorozat, és a szerző még alá is írta, hogy a címeztek, és ezt adtunk ajándéknak, annak a Dr. Schmidt, aki a Mozart oktatás az Bielefeldi Egyetemen rendezik, oda tanít a Mozart oktatás. Ő nagyon örült, mert tulajdonképpen ő nem ismeri egy Mozart, oda egy idegen nyelvű német tankönyv, ő csak a német tankönyvet ismeri, amit Langenscheid, Brockhaus és a Hüber verlagnak kiadnak, ő neki ez elég tanulságos. Ez a német tankönyv kiadó? A nemzeti tankönyv kiadó Magyarországon. Igen. Ők adtak nekünk, igen, ezt, hogy ez kicsit, hogy reklámozunk, mink is ott
azt a tankönyvet. Mivel mondjuk én már elég sok ideig tanítok, és van tapasztalom, és én úgy érzem, hogy ez Magyarországon a legsikeres könyvet. És ezt akartunk bemutatni ottként. És ezt a hallgatók csináltak. Ő neki előadást kellett arról tartani. Német nyelven? Igen, az Ivet. Ő ebből a legjobban tud elmondani valamit. Igen, erről a startkönyvről pont én tartottam az egyik előadást, de ezen kívül még sok érdekes téma volt, például Eger bemutatása, Magyarország ilyen általános bemutatása, akkor a pán-európai piknik, hogy hogyan történt, amikor a németek itt voltak Magyarországon, hogy mit csináltak, mikor leomlott a fal, és erről is tartottunk előadást. Hogyan fogadták ezeket az előadásokat? Milyen volt a visszhang? Tudtak-e beszélgetni erről a hallgatósággal? Lehetett igen beszélgetni. Mindenki nyitott volt felénk, és aktívan részt vettek. Utána egy ilyen beszélgetést rendeztek a tanárok, a professzorok. Milyen kapcsolatokat teremtettek, hiszen az is az egyik feladat volt, hogy a hallgatók teremtsenek kapcsolatokat, építsenek. Bielefelddel milyen kapcsolatunk alakul? Hát a diákokkal sikerült kapcsolatot kialakítani, azóta is egyfolytában tartjuk a kapcsolatot, e-mailezünk, beszélgetünk, tehát reméljük, hogy ez tartós is lesz. És az egyetemmel, hát reméljük, hogy... Hát mondjuk én elküldtem egy e-mail, megköszöntöm az összeműködést, sajnos még nem kaptam választ, de én szerintem az csak a munkám miatt nem igazán tudta válaszolni, mert a professzor Koráik megígérte, hogy kapcsolatba fogunk lépni, és próbáljunk azt tovább fejleszteni. Lehet, hogy lesz folytatása? Hát szeretném. Csak ő azt mondta, hogy a bielefeldi oldalon ez egy kicsit nehéz, mert ott az oktatás pénzbe kerül, és tulajdonképpen ők nem annyira kiveznek a fáradtság a hallgatók, most egy ilyen fél évi külföldi tartózkodás, ami mondjuk ő neki semmi hazon. Ők megismernek Magyarországon, de az ő neki a tanulmány és a stúdiumban nem használ ő neki semmi. Mindenki szeretne gyorsan befejezni, és emiatt az az érdeklődés Magyarország fele, vagy külföldi fele tulajdonképpen kevés. De azt mondta, hogy esetleg olyan dolgot tudjunk megcsinálni, hogy hallgatók jönnek ide, és egy-két hétig tanítanak, vagy vesznek részt az oktatásban. Ezt szeretném. De ilyen nagy csoport, ahogy mink voltunk, ez nem fog létrejönni, mert nincsen az az érdeklődés a hallgatók iránt. Úgy kapcsolat teremtek, csak úgy ide jönnek, ez kevés. Igen. Az sajnos az nem. Lányok, mi volt a legfontosabb élményük, vagy a legmaradandóbb, ami tovább visznek most az életükben itthon, vagy amit tanultak, és más, megváltoztatja esetleg az eddigi képüket, gondolkodásukat? Mit tartanak ilyen kis hamuba sült pogácsának, amit hazahoztak az útról? Nekem az volt a legfontosabb, hogy a németekre mindenki azt mondja, hogy milyen ridegek is tartják az egy méteres távolságot az emberektől, és ez egyáltalán nem igaz. Tehát nekem nagyon pozitív benyomásom volt az ottani emberekről, a diákokról, a tanárokról. Tényleg mindenki segítőkész volt, aranyosak voltak. Tehát nekem csak pozitív eleményem van róluk. Igen, többnyire nyitottak voltak, ez is számomra meglepő volt. Abszolút pozitív, ami nagyon jó élmény volt, hogy voltunk a színházban, és megnéztük ott az egyik leghíresebb német mesét, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt, meg a múzeumok. Mi volt ez az előadás? Az volt a cím, hogy Der Räuber Hotzenplotza, Hotzenplotz rabló tolva, és ez nagyon híres, ilyen nagyon tradicionális vicces mese. Vicces volt. Nagyon. Igen, nagyon jó volt. Ez nem is csak előadás volt, hogy ez a premier előadás. Igen, premier néztük, nagyon jó volt. Nagy élmény. És kritiká is kapott ezt az előadás. Hát bízunk benne, hogy egy újabb rangos európai egyetemmel teremtettünk kapcsolatot, és hát ez valahogy gyümölcsözni fog a továbbiakban is, és majd az utódok is tudják ezt a kapcsolatot használni. Hát én gondolom, hogy én szeretném, hogy ez egy tartós kapcsolat legyen. Gratulálunk a pályázathoz, és legyen még sikeres pályázatok továbbra is. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, és hát további sok sikert, és legyenek minél tartalmasabb kapcsolataik ezen a téren is. Jó. Köszönjük szépen! Köszönjük. Hölgyeim és uraim, ez volt az Arról van szó, az Eszterházy Károly Főiskola Liceum Televíziójának heti aktuális műsora. Megtisztelő figyelmüket a műsorban közreműködő kollégák nevében is köszönöm, kérem, tartsanak velünk, maradjanak továbbra is a Liceum Televízió csatornáján, nézzenek bennünket. A viszontlátásra!